Jó napot kívánok! Ez a Városi Televízió híradója hétfőn. Köszöntöm nézőinket! Szabó Gábor az ELTE régészeti karának docense volt a vendégelőadó a Kékfestő Múzeum régészeti előadássorozatának harmadik állomásán pénteken délután. Többek között a bronzkori kincsek felkutatása és az örökségvédelem volt a téma, de szó esett az illegális régészkedésről is. Az előadó komoly szakmai tudást adott át az érdeklődőknek. Várok, kincsek, rablok nyomában címmel tartott előadást Szabó Gábor, az ELTE régészeti karának docense pénteken délután a Kékfestő Múzeumban. A szakember híradónknak elmondta, több témakört is érint előadása során. Régészeti kincs fogalmáról fogok beszélni, és ennek az egésznek a sérülékenységéről, az örökség sérülékenységéről, az örökségvédelmek akut problémáiról, és ezek után pedig a bronzkor és vaskor kincsnek nevezett lejtegyüttes típusait fogom bemutatni. Magyarország ennek a sajátos területnek, a őskori kincsegyütteseknek egy nagyon frekventált lelőhelye. Több tudományos vita folyik arról, hogy miért rejtették el a kincseket. Az előadás erre is keresi a választ. Szakrális okai vannak, vagy háborús veszélyeket rejtenek ezek, és ezt mutatom be, hogy most jelenleg a tudomány mit tud mondani ezekről az együttesekről, hogyan tudjuk őket értelmezni, hogyan tudjuk őket megvédeni a illegális fémkeresősök, illetve antikvitás kereskedőknek a tevékenységéről, hogy tudjuk ezt nemzeti kincsé tenni. Ahogy korábban már szóltunk róla, az illegális tevékenység megnehezíti a régészek munkáját. Az ELTE munkatársa éppen ezért úgy gondolja, fontos a civilek összefogása múltunk kutatása terén. Nagyon fontos az, hogy a helyi közösségek, a civilek próbálják meg ezeket az együtteseket megvédeni. Az államnak nem lesz rá ereje, itt sem, másutt sem. Ahol van egy civil öntudat, meg kialakulhat egy ilyen igény, ott annak van jövője. Azért gondolom, hogy a múzeum barátköröknek nagyon nagy jövője lett az örökségvédelemben is. A régészeti előadássorozat folytatódik a következő hetekben. Legközelebb a principátus pénzrendszeréről tudhatunk meg többet. A lélek és a zene közötti szoros kapcsolatra utal a Szólisztik zenekar neve, ami Malekandi és Jáger Bandi együttműködéséből jött létre. Vasárnap este a pápai közönség is részese lehetett a különleges zenei hangzásnak, ugyanis a Jókai Mór Művelődési Központ színházterme adott otthont a gospel turné egyik állomásának. A Szólisztik zenekar 2016 óta örvendezteti meg a közönséget egy olyan nem mindennapi hangzásvilággal, amely a jazz és az R&B stílust ötvözi a magyar népzenével. Vasárnap este egy különleges produkciót hoztak el pápára, hiszen gospel turnéjukon saját dalokat adnak elő. Számukra ez hálaadást, tisztelettevést jelent. Tudtuk meg Malek Anditól, a zenekar egyik alapítójától. Nem tudom, hogy volt-e egyáltalán saját dalokkal gospel turné Magyarországon, de ezek konkrétan a Bandi által írott dalok az elmúlt 20 év táblatából, és még van otthon 80, de némelyik szövegét ő írta, és a soknak én is írtam a szövegét. Tehát ez egy közös gyermek. Egy hálaadás, egy tisztelettevés. Jáger Bandi, a zenekar másik alapítója úgy látja, a közönség jól fogadja ezt a zenét. A visszajelzésekből az látszik, az üzenet célba ér. Ennyien még soha nem írtak nekünk, hogy megérintette őket, hogy meggyógyultak, hogy megszabadultak, hogy kijöttek a félelemből. És hát ez a lényege, hogy az üzenet átmenjen, hogy Isten szeret minden embert, hogy Isten ad szabadulást és gyógyulást a problémákból. Nincs olyan probléma, hogy ne tudna kihozni. És ezért, hogyha ez megtörténik, akkor felszabadul az emberben egy öröm, és gyakorlatilag a zenében ezt hallhatják, ezt a felszabadult örömet és a hálaadást. A pápai koncert egy 20 állomásos turné 18. állomása volt, mondta el Malek Andi, aki hozzátette, az Emberi Erőforrások Minisztériumának köszönhetően jött létre a koncertsorozat. Egy nullás győzelemmel vette az első akadályt a labdarúgó MB3 2021-2022-es idényében a Peruc FC. A pápai együttes egy feszült, kiélezett, izgalmas 90 percet játszott vasárnap kora este, melyet Olá László találatával sikerült megnyerni.
A pápaiak a folytatásban hétvégén a Magyar Kupában szerepelnek, majd két idegenbeli mérkőzést vívnak, előbb Komáromban, majd Tatabányán. Ezzel az Zola László találattal sikerült győzelemmel indítani a bajnokságot a Beruc FC csapatának, mely a Sopron ellen Pető kiállítása után 75 percig emberelőnyben futballozhatott. A pápai tréner Weitner Ádám tudta, hogy kiállítás ide vagy oda, nehéz mérkőzés vár rájuk. A kiállítás áthúzta annyiba a meccs menetét, hogy még jobban visszaállt a Sopron, és húzta két falat, amit rendkívül nehéz volt áttörni. Türelmesnek kell lenni ilyenkor, tehát ritkán vannak ilyen meccsek az RMB3-ban, ahol ilyen fegyelmezett csapat ellen fogunk játszani, de hála Istennek sikerült eldöntenünk a meccset, amit teljesen megérdemeltünk, mert többet tettünk a győzelemért, mint az ellenfél. A pápai tréner hangsúlyozta, még az út elején járnak, melyen tettek egy lépést előre. Nyilván fejlődni kell még sokat, de a munka bennük van, sokat dolgoznak, és előbb-utóbb a munka ki fog jönni, ugye, ahogy ma is. A Peruc augusztus 8-án a Magyar Kupa első fordulójában Győr Újbarátra utazik. A Pannonia Reformata Múzeum a nyár folyamán 3 turnusban tartott nyári tábort, melyekben összesen több mint 70 gyermek vett részt, a főként általános iskolás korosztályból. Múlt héten volt a 3. turnus idén, melyben a résztvevők az ókori egyiptomi és a keresztény kultúrát hasonlították össze. A táborzáró eseményen pénteken délután jártunk a Pannonia Reformata udvarán. Az ókori egyiptomi és a keresztény kultúrával ismerkedhettek meg a résztvevők az 5000 éves kalandozás a Pannonia Reformata falai között elnevezésű táborban. Tudtuk meg Füstös Gáborné táborvezetőtől. Egyrészt általánosan a keresztény életről, illetve az ókori egyiptomi életről volt szó, aztán az istenekről és az egyistenről. Beszéltünk a halotti kultuszról, az egyiptomi mumifikálásról, a piramisokról, és ezzel szembeállítottuk a keresztény temetkezési szokásokat, a keresztény szimbólumokat. A Pannonia Reformata táborában már hagyomány, hogy egy családi eseménnyel zárnak. Ilyenkor a gyermekek szüleik és nagyszüleik előtt mutatják meg, mit tanultak a hét folyamán. Múlt pénteken egy kvízjátékot láthattak a vendégek. Rendhagyó módon most egy kvízjátékot fognak a gyerekek bemutatni. A kérdéseket nagyjából tudják, hogy mi tulajdonképpen a táborban elhangzott témákból tettünk föl nekik kérdéseket, és ezekre fognak majd válaszolni. Géniusz, az Ótemplom egere vezeti a kvízi játékot, és ő fogja majd az eredményét is kihirdetni. A tábor vezetője úgy látja, sok tudással gyarapodtak, és remekül érezték magukat a résztvevők. Mindenki pozitív élményekkel és rengeteg tapasztalattal, lelkesedéssel vett részt a táborban. Tényleg jó kis kalandorok, lelkes csapatok voltak mind a 3 turnusban. Dekovics Levente már 3. vesz részt itt nyári táborban. Úgy véli, idén sokat tanult. Megbeszéltük a mumifikálást, hogy temették el a halottat, az istenekről is beszéltünk, meg itt nem csak az ókori Egyiptomról beszéltünk, hanem még a kereszténységről is. Stanka Luca először volt a Pannonia Reformata táborában. Ő a kézműves foglalkozásokat emelte ki. Festettünk, meg itt kint az udvaron lehetett kirobozni. Neked melyik program tetszett a legjobban? A festés. Mit festettél? Festettük ezt a... egy ilyen táblát, amiben bele kell dugni az arcunkat. A vendégek örömmel fogadták a záró bemutatót, a gyermekek pedig lelkesen mutatták meg alkotásaikat kísérőiknek. A gróf Eszterházy Károly Múzeumban egy 1707-ből származó poltúrát, azaz egy történelmi magyar pénzérmét választottak a hónap műtárgyaként, melyet Kocsis Tamás, a pápai múltkutatók csoportjának egyik tagja talált pápa környékén. A poltúra az Eszterházy kastély bejáratánál látható. A Kékfestő Múzeumban pedig búzakalászos mintázófát tekinthetnek meg az érdeklődők.
Eleink az aratás után Szent István napján sütötték az új búzából készült első kenyeret, ezért az augusztust az új kenyérhavának is nevezték. Így esett a választás a búzakalászos mintára a Kékfestő Múzeumban. Mintakincsünkben is tetten érhető a búzakalászos minta, és egy nagyon-nagyon népszerű minta csoportot képez. Ez is ugyanis a különböző műhelyek használták abroszaik mintázására, kötények mintázására, illetve előfordult mételáruként is, illetve abroszoknak a beköcepelésére is kitöltő mintaként. A mintafa a Kluge család gyűjteményének része, a 156. és 157. darabja a gazdag mintakincsnek. A hónap műtárgya a Kékfestő Múzeum előterében látható. A gróf Eszterházy Károly Múzeum augusztusi műtárgya az Eszterházy kastély folyosóján kapott helyet. Augusztus hónapban egy különleges műtárgy került kiállításra. A hónap műtárgya egy késő barokkor, tehát a kastélynak a barokk életével összecsengő korszakból származó pénzérme. Úgy hívják ezt a pénzérmét, hogy poltúra. Poltúrát a 17. század második felétől kezdve több mint 100 éven át használtak. Az érme mindkét oldalán nagyon szép ábrázolások találhatók. Egy gyönyörűen bemutatott magyar címer van az egyik oldalán, és itt látható az évszám is 1707, illetve a poltúra a pénzegység neve, illetve a másik oldalán pedig a Mária, Magyarország patronája, Patrona Hungariae felirattal a kis Jézussal együtt rajzolódik ki. Az apró pénzérmét egy nagyító segítségével vizsgálhatják meg alaposabban a látogatók. Kedves nézőink, híradónk folytatásában most nézzük meg, milyen idő várható. Kedden gomoly és fátyol felhők zavarhatják meg a napsütést. Helyenként zápor, zivatar a Dunántúlon és néhol az északi tájakon előfordulhat. A déli, délnyugati szél mérsékelt lesz. Friss lesz a hajnal, 11-17 fokig érkezik. Napközben 26-31 fok várható. Szerdán a fátyolos, gomolyos idő mellett hajnalban az északi és középső tájakon többfelé, napközben csak egy-egy helyen lehetnek záporok, zivatarok. A nyugati a szél ismét többfelé feltámad. A csúcshőmérséklet 26-33 fok között valószínű. Kedves nézőink, ez volt mai híradónk. Köszönöm figyelmüket. Tartsanak velünk továbbra is. Viszontlátásra!